Miközben egy motivációs mágusnak a focihoz? Érdekes kérdés. A videó végére megtudod. Üdvözöllek a mai napi vitaminban, amely segít vállalkozásod fejlesztésében, vagy akár egy új vállalkozás elindításában. Szóval miközben a focinak egymáshoz, egy mágussal, méghozzá egy motivációs mágussal. Nemrég volt a foci világbajnokság, és itt voltunk pont Horvátországban. Van érdekes volt, hogy egy öbölben, ha megálltunk, mint a Rab szigetén, és aznap játszottak a horvátok, akkor az egész öböl fölordított, akkor lőttek egy gólt, és tűzjátékokat lőttek ki, szóval hihetetlen öröm volt. De a valóság mégiscsak az, hogy 11-en játszottak a pályán, és összes többiek nézték. És a 11 volt a sztár, a 11 az, aki tud focizni, 11 az, aki kis hiány világbajnok lett, másodikok lettek, szerintem megérdemelték, hogy világbajnok legyenek. De mi a lényeg, hogy sok ezeren nézik, és az a pár ember azt teljesíti az eredményt, azt teljesíti az álmát, az lesz az, akit mindenki irigyel. És hasonló esetben vannak az úgynevezett motivációs mágusok. Nagyon sokan vannak, akik megtöltenek egy sportcsarnokot, mindenki örjög, mindenki ugrál, hatalmas a motiváció. De valójában belegondolsz, hogy ha nem segít neked a folyamatában, a hétköznapokban, akkor az történik, mint a fociban, hogy csak néző leszel. Néző leszel, és pontosan fogod tudni, hogy oké, nagyon klassz, örülsz neki, hogy ott ugrálnak azok a bizonyos sztárok, focisták, idézőjelve. A színpadon baromira lelkes leszel, kicsit bele is éled magad, kicsit arra gondolsz, hogy milyen jó lenne, ha te is. Csak aztán jönnek a hétköznapok. És tudod, van egy nagyon fura dolog, hogyha sokszor megtörténik veled, hogy ilyen hideg-melegbe kerülsz, magyarul nagyon motivált leszel, és talán mélyre zuhansz, mert a hétköznapok sajnos nem a színpadon játszanak, akkor ki tudsz égni. És ezért van az, hogy egy ideig járnak az emberek ilyen tréningekre, és vagy járnak tovább 5-10 évig, de sajnos eredményt nem sokat érnek el, csak mindig álmodnak arról, hogy majd egyszer, vagy pedig abba hagyják, és aztán nem megyek erre, nem ugrálok ott. Ez a probléma, hogy sokkal jobb szerintem, ha te tényleg szereted a focit, hogy egy kis csapatban elkezdesz játszani, edzeni, és te magad rugod a bőrt, mint hogy csak nézed. Úgyhogy ez a gondolat, ami érdemes elgondolkoznod, és ez az, ami talán segíthet abban neked, hogy nem magamról beszélek, de bármilyen coachsal, bármilyen csapatban, bármilyen mastermindban, ha elkezdesz dolgozni, akármilyen kicsiben is, ahelyett a Steve Jobsot, vagy nem tudom én, a motivációs mágusokat nézni is, próbálnád meg utánozni, ami úgysem megy, sokkal eredményesebb leszel. Tehát én úgy szoktam ezt fogalmazni, hogy ne azt másold le a Jobstól és az összes többi ilyen mágustól, aki nagyon mélyről jött a szegénységből és fantasztikus, talán el se képzelhető magasságig jutott. Ne ezt másold le, hanem másold le azt, hogy hogyan legyél hétköznapi milliómos. Minden nap milliómos, minden nap boldog. Ne hullámozva, hanem stabilan, eredmények alapján. És ez persze nyilván szükséged van egy jó közösségre, egy jó csapatra, ahol játszol és nem nézed. Úgyhogy ez a gondolat, ami fontos talán, és Maxwell pontosan erről beszél a 21 ilyen vezetői alaptézisében. Azt mondja, hogy a jó vezető az minden nap valamivel többé teszi az embereit. Tehát nem arról van szó, hogy ilyen instant módon egyszer behívom, megdicsérem, azt szuper az az ember, hanem mindig hozzáteszek egy kicsit, mindig építem egy kicsit, mindig valamit adok az embereimnek. Minden nap. Tehát ezt mondja Maxwell szó szerint a videóban. Minden nap. Az a jó vezető, aki minden nap ad egy kicsit. Nem véletlenül John Maxwellnek minden nap van egy videója hozzánk. Nem véletlenül, hogy én is csinálok minden nap. Nagyon fontos, hogy ez a minden nap, ez a rendszeresség, ez egy nagyon-nagyon fontos példa is. Mert ha azt látják, hogy valami fellelkesülsz majd, majd újra visszazuhansz, majd fellelkesülsz, újra visszazuhansz, azt mondják mondani a környezetben, ez a hülye már egy nagy mosásom volt, úgyse lesz semmi, várjunk 2 napot, és utána normális lesz újra. De ne akarja normális lenni, ami legtöbb esetben persze átlagost jelent. Hanem mindig egy picit legyél több, mindig egy picit tankolj többet, mindig egy picit adj többet az embereidnek, mindig egy kicsit emeld föl őket. A folyamat, értsed meg, az egésznek a lényege, a folyamatosság. Ez a legfontosabb kulcs.
És ha tudsz mindig egy picit többet adni, többet szolgálni az embereidet, vigyázz, majd erről beszélünk a tananyagban, nem kiszolgálni, hanem szolgálni. Nagyon-nagyon-nagyon nagy különbség. Ha tudod szolgálni az embereidet, ha tudsz mindig egy kis értéket adni nekik minden nap, akkor hatalmas nagy eredményeket fogsz tudni velük elérni. És bármilyen nehézséggel kerültök szembe, ők melletted lesznek és kiállnak érted. Ez az igazi vezető, akit követnek, nem az, akit félnek. Úgyhogy Maxwellből egy elég jó kis anyagot fog összeállítani, és regisztrálja sikervitamin.com-ra, mert aki rajta van ezen a listán, jövő héten meg fogja kapni egy e-mailben a linket, ahol meg tudja nézni. Mert különben nem fogom kitenni nyíltan a weboldalra, csak azoknak, akik megmutatják, hogy tényleg fontos nekik az, hogy fejlődjenek. Úgyhogy sok sikert kívánok neked, írd le 3 célodat, mosolyogva, hangosan, kimondva, kézzel írva, és tedd meg, hogy leírod a 10 háládat is, ami vagy mindig ugyanaz, nekem több mint egy éve ugyanaz, vagy pedig az, aminek éppen a mai nap hálás vagy. És hogyha mondjuk benne van egy ember, ez is érdekes dolog, ha benne van egy ember, benne van a párod, akkor mutasd meg neki ezt a listát. Mert az a legjobb dicséret, és az a legjobb hála, amikor ezt érzi a másik, akinek hálás vagy. Úgyhogy ez a mai javaslatom, gondolkozz el, és ne halálra motiváld magad, hanem folyamatosan motiváld magad, és folyamatosan fejlesz magad. Akkor nem fog elmaradni a siker. Sok sikert, ciao!